Sziasztok! Trisznra vagyok, ő pedig Rigan. Azért jöttünk ma el hozzátok, hogy néhány hasznos tippet adjunk, hogy a neveljétek a sárkányotok. Igen, Rigül, elhoztam a könyvet. Mi? De hát ebben minden benne van. Hogy a tapasztalataimra kéne hagyatkoznom. Jó, majd meglátjuk. A sárkányidomárok kézikönyvében szereplő első lecke is azt mondja... Jó, felolvasom. Szóval az első lecke a sárkányod a főnök. Fogadjunk el minden ajándékot tőle, hiszen szeretetből jön. Vagy egy ombrából. Csak arra vigyázzunk, hogy a feloklendezett ajándékok később felrobbanhatnak. A következő lecke is a testépségünk megőrzésére szolgál. A sárkányunkat soha ne irányítsuk az arcunkra, vagy annak közelébe, testünk teljes pusztulásához vezethet. Na látod, Rigül, ez egy hasznos tanács. Nos igen. Az éhes sárkány szomorú sárkány. Vagy hisztis sárkány. Etessük gyakran a sárkányunkat. Nehogy megéhezzen és eszébe jusson fel, hogy áó! Mondjuk minket. A sárkányok általában szeretnek elbújni. Mi? Gyakori tévedés, hogy a sárkányok szeretnek arannyal töltött barlangokban élni. Szerintem jobban szeretnek a szabadban repkedni és hancúrozni. Kivéve, ha esik az eső, vagy egy különösen jó film megy a tévében. Igen, ha egy különösen jó, nem horror film megy a tévében. Jól van te! A sárkány poci a barátunk. Ha a vadonban ér minket az éjszaka, és nincs mivel tábortüzet gyújtani, csak csiklandozzuk meg a sárkányunk pociát, és kapunk egy többnyire nem halálos láncsóvát. Persze ne vigyük túlzásba a sárkányok szeretetését. Ha túl erősen szorítjuk meg a pocakját, apró tűzgolyókat fog felköpögni. Bár ezt fordíthatjuk a harcban az előnyünkre. Terítsük be az ellenfeleket sárkánytűzzel, melynek hatására jellemzően füstölgő, olykor nyöszörgő hamukupaccá válnak. Hát nem csupa móka és sárkányidomár élete? Bármilyen csínyt is követett el a sárkányunk, helyesebben mi, ugyanis a sárkányunk sosem hibás, az a legbiztosabb, ha inkább azonnal elhagyjuk a területet. Végezetül ne felejtjétek, hogy a sárkányotok, ha még fel nem nő, nem fog elbírni titeket. Addig nektek kell cipelni a csinos popóját. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Sikeres túlélést! Tapsoljuk meg a sárkányt, mert most már mindenki tudja, hogy hogyan kell sárkányt nevelni, amiben találtok egyet itt a sarkon.